igazából az éneklés az úgy jutott, hogy édesanyám, ő zenetanár, és billentyűzni is tanultam egy kevés ideig, utána pedig komolyabban énekelni tanultam, tehát opera szakon tanultam 3 évig a Barckai Kodály zeneiskolában, illetve magánúton. Igazából ez volt, ami elindított ezen az úton, hogy én énekeljek. Milyen stílusú zenét játszottak? Hát igazából soft rockot játszunk, ha ezt be lehet így skatujázni. Vannak a számaink között lágyabb zenék, vannak közöttük aránylag egész kemény zenék, ami motoros találkozókon is megáll a helyét. Tehát ami direkt van olyan is, ami direkt motorosoknak lett írva, mert ugye van köztünk is motoros, de nem is egy, Laca is, illetve a dobos Gergő. Nagyon sokat járunk motoros találkozókra is, és ezért gondoltuk, hogy legyen közt a lágyabb is, keményebb is, fellépünk falunapokon, különböző helyeken, hogy mindenkinek az igényét. Illetve ez a saját igényünk is valahol, mert ugye mindenki más szférából jött, mindenki más hozott magából, és ez meglátszik a zenénken. Zenekarról mit lehet tudni? 7 éve alakult a zenekar, hát teljesen más volt a tagállomány. Hát én kezdtem egy miskolci sráccal az egészet, majd a legfiatalabbal kezdeni, mi a billentyűsünk. Ő egy nagyon ügyes, elismert billentyűs. Ő már igazából tavaly évben nyert egy ilyen országos zongora bajnokságot. Hát őt Horváth Dánielnek hívják, akkor utána következő a basszusgitárosunk, nem sok év van köztük, ő Putnoki, egyébként ő is a tévénél dolgozik, utána a dobosunk a következő, egyébként a kollégám, az énekesünk, aki egy fél éve van velünk, fél éve van nálunk, őt pedig György Dánielnek hívják, ő buszsofőr Putnoki. Tehát tribute zenekar vagytok, vagy saját számokat adtok elő? Hát eddig ugye 7 évvel ezelőtt alapította a zenekart Horváth Laci, eddig igazából tribut zenekar egy-két saját számmal. Aztán úgy gondoltuk a nyár végén, illetve az ősz végén, amikor befejeződtek a koncertek, hogy írjunk saját számokat nagyobb mennyiségben is, és a 2015-ös évből hát igazából szeretnénk csak saját számokkal fellépni, amennyiben ez lehetséges, de amennyiben igény van rá, akkor természetesen visszatérünk a P-Mobil Korál Edda számokhoz, amiket nagyon szeretünk is, és talán a közönség visszajelzésében úgy látszik, hogy talán jó is csináljuk. Vagy kikírják a saját szövegeiteket? Hát igen, hát igazából nem tudom, a többiek lehet, hogy meg fognak haragudni azért, de hát én elmondom, hát az történik, hogy a dobosunk, Szabó Gergő, ő írja 90%-át, 80%-át a szövegeknek, a maradék 20%-át az pedig én. A maga a zenei részét, tehát a hangszerelést, annak meg körülbelül a 80%-át én csinálom, és a maradék 20%-át a srácok csinálják együtt. Miről szólnak leginkább a dalaitok, illetve van-e valamilyen üzenete az együtteseteknek? Nem is tudom azt, hogy mondjam nektek. Nem tudom elmondani. Tehát ezek szerintem így belülről jönnek, mindenkiben lelkileg van egy ilyen dolog, ami úgy előjön, és akkor ez már régen benne volt. Akár egy szerelmi csalódás, akár egy jelenleg egy állapot, és akkor ezeket próbáljuk előhozni, ezeket a számokat megjeleníteni, hogy meg lehessen hallani. A zenekar neve a Viharmadarak. Honnan jött ez a név? Tartozik hozzá valamilyen sztori, illetve ki találta ki? Hát igen, tartozik hozzá a sztori is. Aki kitalálta ennek a zenekarnak, a Viharmadarak zenekarnak a nevét, az egy régi barátom volt. Ő volt, akivel elkezdtük valamikor nagyon régen ezt a zenekart, 7-8 éve. A viharmadarakat a II. Világháborúban az első sugárhajtású repülőgépekről nevezték el.
Azért, mert ők berobbantak, tehát a semmiből előjöttek, berobbantak is, és akkor mindenki tátott a száját, hogy ők több száz kilométer per órás sebességgel gyorsabban mennek a sugárhajtású gépek, mint a többi konkurencia. Ő gondolta, hogy ez egy jó név lenne, hogyha esetleg a zenekar is így esetleg be tudna robbanni ebbe a zenei világba. Tekintve milyen terveitek vannak? Hát a közeljövőben szeretnénk kiadni a saját első saját lemezünket. Igazából most ezen dolgozunk. Szeretnénk minél hamarabb, márciusig gondolkozunk rajta, hogy sikerülni fog ez kiadni. Ez a lemez talán sikerül is, de nagyon nehéz. Tehát nagyon nehéz, és ehhez szeretnénk segítséget találni, szponzort találni, olyan lehetőséget, ahol meg tudjuk magunkat mutatni, és tetszeni fog az embereknek, és akkor ők esetleg tovább tudnak minket húzni. Ezek a nagyobb tervek, tehát, és főleg az, hogy ezeket a saját számainkat, amiket most kreálunk, gyártunk, ezeket a számokat a hallgatóközönség ezt megszeresse és kedvelje, és eljöjjenek a koncertekre, a fellépésekre minél többen. A közönség hol találhat meg titeket, hol léptek fel leginkább? Leginkább motoros találkozókon, falunapokon, különböző rendezvényeken, rendezvényszervezők hívnak minket, városok. A meghívást kaptunk, ha minden igaz, ebben az évben is fogunk a Miskolc és a Barcikai motoros találkozókon, de már érdeklődtek a debreceni motoros találkozóval kapcsolatban is, hogy esetleg ott felléphetnénk, illetve a Kocsonya Fesztivál, ami az idén nyitó bulink lesz, ami február 6-án 13:30-tól kezdjük a bulizást, és 14:30-ig fog tartani a Vihar Madarak zenekarról. Menedzsereként mi a feladatod? Hát a menedzserként az a feladatom, hogy főként rendezvényekre való bejelentkezés, rendezvények szervezése. Keresek minél több fellépési helyet, hirdetem a zenekart több portálon, interneten keresztül. Próbálok támogatókat keresni ebben, hogy a szekér jobban gördüljön, mert elég nehéz így kezdő zenekarként egy magasabb szintre feljutni. Úgyhogy ilyen minden erőt meg kell mozgatni ahhoz, hogy végeredményben tovább tudjunk haladni a zenélésben. A zenekar a közeljövőben szeretne kiadni egy saját lemezt. Ehhez mire van szükség? Hát ehhez elsősorban arra, hogy a fiúk nagyon sokat dolgozzanak a lemezen, ami már most úgy 99%-ra kész és van összeállt a kép, hogy mi lesz a zenei anyag. Meg főként arra, hogy hát a stúdióba el tudjunk jutni, az sok támogatóra lenne szükség, mert anyagilag sajnos senki nem áll úgy, ahogy kellene még. De bízunk benne, hogyha a lemezünket vagy a demóanyagunkat, ha megnézik, találunk támogatókat, és ezáltal könnyebb lesz ez a stúdiózás és a lemezkiadás.
hogyan lehet felvenni a kapcsolatot a zenekarral? A zenekarral kapcsolatot a weboldalunkon fel lehet venni, www.viharmadarak.hu, vagy Facebookon megtaláltok minket a Viharmadarak zenekar néven, de YouTube-on is tudtok rólunk videókat nézni, ott pedig a youtube.com/viharmadarak zenekart kell keresni.